A videót a notebook.hu támogatta. Na hát szavaztok, srácok, itt vagyunk a következő tolvaj szimulátor videónkban, és hát itt van a vonalban Vini, megint, ott látjátok, megint hív, úgyhogy nézzük is meg, hogy mit szeretne tőlünk kérni. Kíváncsian várjuk. Great. Now, go buy yourself a DIY simple okay. Tools for thieves. Na, mert most az van. Mi van az egérre, te? Hallod, az előbb nem érzékelte az egeremet. Na jó, mert most az van, hogy hát sikerült kitanulnunk a tolvaj, vagy tolvaj, az egyszerű zárak feltörését. Úgyhogy most kell vennünk egy egyszerű házi tolvajkulcsot. Erről beszélt, ugye? Aha, ez kellett nekünk. Before you get yourself into trouble, try it on a training lock. I left one in the garage. Alright. Szóval, az a helyzet, hogy ugye most tanultuk ki ezt az egyszerű zárak feltörését, és akkor most itt egy zár, és akkor próbáljuk meg felnyitni. A D-vel kell forgatni. Mi van? Hogyan kell ezt csinálni? Na mi van? Nyisd ki a próbazárat, keresd meg a megfelelő szöget a hajtűvel, azután pedig forgasd a zárat. Aha. Aha. Fullos, értem. Értem most már a módszert, úgyhogy ez meg lesz. You did a good job on that old TV in the empty house. For a real job. Okay. You gotta scope the joint. Go to 111 by 7 a.m. and watch. Lakóteendők. Azt mondja, hogy amikor elég közel vagy hozzá, megjelölhetsz egy lakót a napi teendő felfedezéséhez. Oh, nice. Szóval oda kell mennem a 111-es számhoz. Reggeli 7 óra körül, és jelöld meg a lakót. Ja, de hát akkor várja, mert aludhatok. Szerintem aludjunk addig, mert sok volt a izé. A nem alvásunk. Úgyhogy azt mondja, hogy keljünk fel reggel 6-kor. És akkor 7 környékére oda megyünk. Na. Aztat mondja, hogy a melyikhez? A 111-eshez kell menni. Ott, ahova az előző részt, ha valaki nézte, oda törtünk be véletlen. Szóval most oda fogunk menni. Azt mondja, hogy Greenview. Srácok, egyébként a leírás legfelső sorában megtaláljátok a notebook.hu linkjét, ahol tudtok vásárolni magatoknak játékokat, illetve különböző gamer és nem gamer perifériákat. Hogyha szeretnétek, érdemes oda főcsekkulni. Jó napot kívánok! Én erre mennék. Tudom, hogy Audia van, de azért... Na, nekem is hagy jó helyet. Miért driftelünk? Azt a rohadt teget, miért drifteltünk? Hello? Szevasz? Na várj, ide leállunk. És figyeld meg a lakót. Oké, akkor ebben most kiszállunk. Hogyan kell itt megfigyelni, baszki? Itt mit kellett volna? Ja, ide kell felállni. Ó, megjelöl. Lakó felfedezve. There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. Aha, ott egy doboz, és azt kell nekünk fölszedni. Hát most azt mikor, baszki? Csak úgy, bármikor? Ah, a csávó visszaül. T-betű már megint. Alvás a parkolóban. Aludj a parkolóban az idő eltöltéséhez. Hát, oké, de 7 óra 20 van. Fontos doboz. Na, mit csinál a csávó? Az a helyzet, hogy nekünk kéne kerestünk egy bejáratot. Ahol be tudnánk menni ide. Kapunk kéne bemenni. Te mit akarsz? Mi van, tesó?
Jaj, nem tudsz beállni, hogy rohadnál meg. Nem tud elmenni itt. Jaj, szegény. Na húzzá arrébb. Hova parkoljak, hallod? Ide beparkolunk, na. Szit, akkor senkit nem zavarunk. Oké. Szóval... ezt a csávót... aha, csávó is azért hallotta, hogy mi van. Ó, itt a doboz. És hol megyünk oda be? Nem akarok a főbejáraton, nincs valami jobb megoldás? Nincs, mi? Akkor főbejáraton fogunk bemenni? Új, baszki. Hát, hogyha sikerül, mert lehet, hogy nem. Gondolkodjunk. Csávó ott nem tudom mit csinál. Ott áll. Látjátok, ő itt van, nekünk meg... talán itt tudunk bemenni. Aha. Ajtó nyitva. Hát itt a csávó, baszki. Hogy a picsába megyek én oda be? Ezt meg nem tudom. Ebbe a szobába van. Ó! Ide elbújunk. Ide bebújtunk. Itt nem lát meg senki. De hogy a picsába? Nem tudom, hogy egyébként itt meglátnak-e vagy sem. Fogalmam sincsen. Csak gondolkodok, hát ahogyha nem. Na mert azon gondolkodok, hogy mi oda hogyan megyünk be. Ott a rendőr, mindjárt elkap minket, hallod? Tudja, hogy hol vagyunk! Freeze! A picsába! Elkapott a rendőr! Szóval, meg kell várnom, amíg elmegy a csávó. Most írja. Oké, akkor addig aludhatunk, vagy mi? A rohadt életbe, pedig bebújtam a bokorba, honnan tudta, hogy hol vagyok? És itt tudunk aludni? Használ? Ez mi? Ja, hogy itt vannak a, itt a dobozom. Oké, akkor most kéne pihizni, ugye? Hogyan kéne itt pihizni? Nem tudjuk? Na, valahogy szálljunk már ki. Hátra ide nem tudunk befeküdni? Hát nem. Ezt a pöcst kéne megvárni, amíg elmegy. Húzzál már el! Menjél el itthonról! Meg vagy jelölve. Biztos észre sem veszi, hogy meg vagy jelölve. Na, menjél el itthonról, hallod? Hash! Hash, hash! Ja, Istenem. Oké, elvileg... elvileg meg kell várnom, amíg elmegy, csak nem tudjuk, hogy hogyan kell aludni. Ó, megy el! Ó, jajaj! Mintha mi se történt volna. Csak itt sétálunk. Tadadadadam. A csajszi mögött, sőt a csajszival sétálunk. Tadadadadam. Tadadadadam, ram, 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 ram. Nincs otthon. Azért bekukkantunk. Oké, nincs otthon. Hát akkor... sutty! Bementünk! Oké. Nyitva is van. Húzzunk be gyorsan. Ah, tehát hogy ezt így kell. Jó, hát srácok, itt az elején ezeket még meg kell tanulnunk. Hogy mi hogy van. Na. Elrak. Oké.
Kétes tartalmú doboz. Más nem tudunk vinni? Ó, dehogy nem. Fazekat is visszük. Szevasztok. Tányért nem tudjuk vinni. Tévé! Hát ezt azért csak megnézném, itt milyen jó isten van. Aha! Hallod, mindent így hagyunk? Oké. Okay. Na-na-na! Jaj! Mi milyen birtokháborítás? Nem volt semmi. Láttátok, mit írt ki a game? Nem volt itt birtokháborítás, jó gyerek. Rosszul láttad. Na, tedd már be. Úgy. Na-na-na. Na-na-na-na-na. Szálljál már be. Oké? Okay. Szevasztok! Anyátok! A birtokháborítás! Parancsolj! Megyünk is! Jaj, mi a szar történt? Yes! Na, először is menjünk az állokházba, a dobozon kívül mindent elpakolunk. Mármint eladunk. Oké? Okay. Amit csak tudtunk, vittünk. Jó van, majd képességpontokat is. Azt mondja. Jó napot kívánok! A régi tévét, azt eladnám önnek. A dobozt nem. A fazekat, igen. Illetve a rádiót is. Bezár. Na, örülsz? Oké. Okay. Szóval most el kell küldenem a dobozt Black Bay-en, ahhoz pedig haza kell mennem. Na most, hogy mennyit kapunk ezért a dobozért, az egy nagyon jó kérdés, de remélem jó sokat, mert aztán kéne venni nekünk pár dolgot magunknak, kis csecsebecséket. Küld el a dobozt, ú, de jó, hogy a csávó már annyit nem hív minket, hallod? Már hülyét kaptam tőle. Jó, aztat mondja egyéb. Kétes tartalmú doboz. Mennyi? $100. Hú, hallod? $100 kaptunk érte, ami azt jelenti, hogy azért van ám már zsettánk. 326. Ó, hogy rohagy meg, te meg így hívsz. Wow. Na, most amit kell csinálnunk, az az, hogy szét kell törnünk az ablakot. De miért? Tehát, hogy milyen köcsögök vagyunk, akik széttörik az ablakot, meg ilyesmi? Úgy látszik. Azt mondja, hogy a 101-esbe kell mennem. Széttöröm én az ablakot? A rákba. Ha kell. Srácok, ha tetszik, akkor csapítsatok ám egy lájkot. Hadd lássam. Szóval. Az van. Itt kell kitörnünk egy ablakot. Csak kérdés, hogy hova parkoljunk. Ide parkolunk, akkor mi van? Semmi. Oké. Okay. Akkor ide parkolunk. És akkor ki kell törnöm egyszerűen egy ablakot. Ugye? Futás! Menjél már! Gyerünk! Gyorsan! Ennyi? Ennyi, srácok! Megcsináltuk! Ezt is megcsináltuk! Komolyan ennyi volt! Köcsög voltam! Oda kellett menni! Szétcsapni? Na jó, szintlépés van! A holmik ellopásai és hazaszállítása tapasztalat... Oké! Okay. Meg kell tanulnod elbánni az átlagos zárakkal. Alright, meg fogok tanulni, csak most várjál, mert vannak képességpontok, amiket hogy tudok megnézni? Az egy jó kérdés. Hogyan van valami i? Aha, képességek. Ó, és akkor itt bonthatok ki. Zárnyitás 2. Hát gondolom így, ugye? Szerintem így lesz. És akkor megtanuljuk a kettes szintű zárakat. És akkor gondolom a csávó ide tett nekünk megint egy ilyen zárat. Ez már kettes szintű, ezt már több helyre tudjuk majd használni. Na most mi van?
Tolvajkulcs kell nekünk. Nem így? Hogyan kell a tárgyat elővenni? Elemlámpa, feszítővas, egyszerű házi tolvajkulcs. Ezt tudjuk hozzá használni? Ó, basszus, nem tudom, hogy hogyan kell még, hallod? Nyisd ki az átlagos próbazárat. Oké. But. Hogy a szarba? Nem itt van az a doboz, de itt van az a doboz. És azt ki tudom venni? Használ? Egyszerű házi tolvajkulcs. Na de várjál, most leltár vagy raktár? Most mit csináltam? És bedobtam a leltárba, de jó. Á, Istenem, basszus. Ez ilyen izé, amit vihetek magammal. Ez egy olyan doboz. Oké, azt mondja, hogy vissza, akkor... Ezekre rá kell jönnünk, srácok. Hogy mi van. Na, és akkor... Ja, de itt csak át tudom tenni abba. Ó, te gyerek. Akkor előrébb se vagyunk. E betűt nyomom. Valahogy a kezembe kéne szerintem ezt pattintanom. Ugye? És ez itt mi? Nem látom. Az üres? Üres. Mert volt valami. Erre rá kéne jönni, hogy hogyan van. Egyszeri házi tolvajkulcs. Mi van, ha ledobom? Mi történt, ha ledobtam? És fel tudom venni? Zsákba rak. Hát de a zsákba raktam, baszki. Na erre kéne rájönni, hogy ez hogyan van pontosan, mert ez a gyors nyílás, hogy mi a szar kéne nekem valahogy. Na ezt meg tudom fogni, ugye? Jó, tehát akkor nem ilyen kulcs kell hozzá, gondolom én. Jó, van, hagyjál már. Gyorsan kinyitom én neki. Jó, de nem, akkor kell vennünk egy ilyen... átlagos volt a neve? Átlagost. Gondolom én, hogy akkor van kettő különböző. Azt mondja, hogy tolvajkulcsok. Hát ez most ilyet? Egyszerű házi tolvajkulcs. Ezek már ilyen durcább? Feszítővas? Figyelj, meglátjuk. Ez működik. Tolvajkulcsok. Oké, 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 oké. Mert a másiknál simán kijött, tehát hogy akkor ehhez... Aha! Jó! Szóval, rögzítened kell a nyelvet, amíg az alján van. Hát azt hogy rögzítem? Azt mondja, hogy a... S. Aha, ezzel ilyet tudok, és azzal a szarral... Várjál, valami nyelvet kéne rögzítenem, de melyiket? Rögzítsd a nyelvet. Hát ezt most... Hát nem ezt kell. Figyelj, én olyanokat csinálok itt. Ugye valahogy azt mondja, hogy nyelvet rögzít, mouse 0. Mi az, hogy mouse 0, basszus? Melyik az a gomb? Mouse 0. Aha. Ez nem az a gomb. Tehát lenyomjuk. Aha. Már nem volt meg ez a gomb. Oké. Okay. Na így már jó, csak tényleg nem volt meg a gomb, nem tudtam, hogy melyik az a... Már... Ó, hogy rohadjak meg! Mert elmozdítottam azt a szart. Oké. Jó, meg vagyunk. Jó? Lefele! Srácok, nem olyan egyszerű ám ez! Vissza! Oké. Jó lesz ez most már. Ahogy lemegy, akkor kell rögzíteni. Oh, nice. Hát nem olyan egyszerű, viszont szerettem volna, hogy ti is lássátok, hogy mit szerencsétlenkedek vele. Ha esetleg ti is játszanátok ezzel, akkor tudjátok, hogy én hogy csináltam, és hogy mi a tanulság belőle. Na hát, srácok, legyen ennyi ez a rész.
Hogyha tetszett, akkor csapincsatok rá egy lájkot. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Anfield Shop, Instagramom. A leírásban, hogyha szeretnétek, akkor iratkozzatok fel. Ennyi. Meg egy Bambi, jók legyetek, szavaztok!